Tímea, mit kell bevallani a férjének? A férjem ismer a Marika nevezetül egy sokornőmtől egy kislányt. A férjem a Marikától, amit ő azt mondja, hogy zövé a kislány. Ki mondja ezt? A Vendel. Tehát ön férje... A sógornőjétől ismer egy kislányt, azt mondta, hogy az övéje. Tehát neki sógornőjétől van egy kislánya? Igen, hogy azt mondja, hogy az övéje, mert ugyanon kacsal a kislány, mint ő. A férje dicsekszik ezzel? Persze. Minden mám is kiabálta egész nap, hogy a kislány az övéje, ő megmondja mindenkinek a szemébe is itten, hogy a kislány az övéje. De miért csinálja azt? Hát... De tényleg lehet, hogy övé? Hát lehet, hogy az övéje. Lehet. És a sógornő mit mond? Hát... Ő még szégyeli. Szégyeli magát. Kimondani ezt. Hogy? Hogy a Vendel a kislány. Kettő között volt viszony valaha is? Tud volt, róla? Hát szerintem volt viszony, mert volt olyan, hogy kimentek az erdőbe is. Akkor volt olyan, hogy egy pár napig a ketten voltak a lakásba, én édesanyámmal voltam egy hónapig, és ez idő alatt ezt a régebben a kislányt szózták, és tagadták, tudja? Tagadták. Ez egy picit. Hát most itt van velük. Két hónapos. Igen. Most két hónapos ez a kislány? Két hónapos ez a pica, aki most itt van velünk. Az édesanyjával. Igen. De hát mit kell bevallani a férjének, ha ő most azt mondja, hogy az én gyerekem? Hát a férjemnek azt kellene bevallani, hogy bevallom, mert az enyémé. Én csináltam. Csak de ő tagadta, hogy neki bármilyen közel lett volna a sógornőjéhez? Hát nem tagadta. Soha? Soha. Soha nem tagadta. Tehát ő azt mondta, hogy igen, vállalom, nekem kapcsolatom volt ő vele. Igen. Igen. Csak itt az a kérdés, hogy ez a gyerek övéké vagy sem. Ön mit szeretne? Én? Aha. Én azt szeretném tenni, hogy csak hogy köztünk az egész kapcsolat. A férjem között, még ugye a lakásban mindenki között. Mert egy házban lakunk az egészen. Sógornőm is. Még a Vendel is, az élettársam. Tehát ön akar a párjával megszakítani a kapcsolatot? Igen, vagy azt szeretne, hogy a párja szakítsa meg a kapcsolatot a sógornőjével? Hát, mikább én velem szakítsa meg a kapcsolatot. Őket hagyom úgy, hogy vannak. Már nem szeretne együtt maradni férjével? Nem. Nem. Te sógornő, kérdezzem meg, hogy mi a helyzet? Na, hogy a kislány tő, a Vendeltől van a kislány? Nincs tőle a Vendeltől. Nincs tőle a kislány? Nincs, tényleg? Nincs a Vendeltől a kislány. Komolyan nincs tőle? Akkor miért mondja egész nap? Hát ez, miért mondja egész nap nekem? Száját, de tőle nincs az a kislány. Nincs tőle? Nekem van egy élettársam, és tőle van az a kislány. Akkor miért mondta egész nap? Miért tőle napig egész nap mondja? Az egy dolgot mondhassa, de az nem tőle van az a kislány, hanem van nekem. Te vagy egy büdös. Hey. Nem én, jó? De mindenki is téplek a kérdés, te kis... Gyere, ma, hogy félek tőled! Na, álljunk meg, üljenek külön! Menj arrébb! Te kis... Nem félek, te... Rám félteted a férjed, amikor tőled, nekem meg... Mondtad... Ha, gyere, húzzunk miért! Hát nincs tőle az a kislány, nincs! Akkor miért mondja egész nap a kislány? Az egy dolog, hogy mondhassa, mert te... Te vagy egy tőle... Szerintem jöjjön a vendel! Hello. No, tessék. De nem, te vagy a kislány. Én tőlem miért volna a kislány? Tőlem? Akkor egész nap, még egész héten keresztül miért mondtad nekem, hogy a kislány téged, mert olyan bagyi, mint te vagy? Akkor egész nap, még egész héten keresztül miért mondtad nekem, hogy a kislány téged, mert olyan bagyi, mint te vagy? Az egy dolog, hogy bagyi, mert a férjem is bagyi egy kicsit. Hát öcskös is. Miért mondtad egész nap, még két hétre mondtad, hogy a téged a kislány? Mert fétíti állandó rá, hogy miért hudulok ő hozzája, a Marihoz, hogy így tehát úgy lő, mit tudom én. Hát egész nap bentünk ezt nála, akkor miért? Miért voltál vele az erdőben és még... Fáj! Még egy hétig voltál vele a lakásban? Fáj voltam, így van. Hárman voltunk a sógornőmmel. Voltál vele a fáj? Segíteni, hát ahogy a fáj. Igen. De ott volt a sógornőm is, nem ketten voltunk, hanem hárman. Így van. Mivel foglalkozol? Hát nem volt én impetos. Hogy ne foglalkozok veled, mert azért, mert fétigen vagy, rajtam. Miért nem tudsz velem tesz meg foglalkozni? Hát miért nem foglalkozok veled? Mert fétigen állandó Marira, hogy
hozzám megyek. Testileg nem akarsz foglalkozni egyáltalán. Hát nem, mert te is megszálltál engem. Hiába akarok, hogy csináld meg velem, hogyha hát, nem akarod. Hát sajnálok, anyukám. Azért nagy bottal járok. Hát egy ha álljon meg már mellett kicsikét, fiatal nép hát. Vagyok. Mit vigyek magamnak? Vibrátor? Hát, vegyél vibrátor. Az drága? Hát drága. Nem baj? Adok én neked szója. De mit kérdezte magadról? Hát miért? Úri ember vagyok. No, tényleg hát, van egy kicsit szállán? Messze van az. Aki így beszél, az nem úri ember. Az... Hát, Jóskó bátyám, azért messze vagyunk az úri embert. Kitagadom magát. Ne tessék kitegedni engem Jóskó bátyám, mert ezért nincs igazságot azt mondanak, mert... Józsi bácsi! Nem? Józsi bátyám! Józsi bácsi! Ő csalt meg engem! Ő ment én veletem félre! Igen, te csaltál meg! Én csalt meg! Én! Még ő magyarázik, ő fétékeny, amikor szívott nyakkal... Szívódnak ő hozzám! Még csaltalak meg tegedet! Jó, ne beszélj! Három hetig elment tőle, és még ő... Egy hónapig még ő fétékeny! Meg! Megmozgatod meg! Miért? Azért, mert ezt mondta róla, hogy tőlem van a kislány. Tőlem van a kislány? Én tőlem nincs. Na? Napról napra csak a hajtó, ez a hajtja. De maga nagyon ügyesen csinálja, őket gyanúsítják, közben félre megy. Ja, és kiszintek őt én hozzám. Józsikám. Bizony, mert tudja, miért. Állapodjuk. Bizonyíték. Vender, állapodj. Itt a bizonyíték nálam. Tartsa a zsebiből, hanem maradjon egy picit. Jó. Állapodjunk meg abban. Hogy legyen nekem egy nevem. Itt maradjunk a Jósi úrban, jó? Jósi úr. Gyakoroljunk? Jó van, Jósi úr. Jó. Rendben van. Na, akkor mi a helyzet ezzel a családdal? Most kinek van félteni vagy féltékenykedni valója? Neki. Hát, én nekem nincsen, megmondom úgy, hogy van, tényleg valót megmondom, nincsen nekem. Napról napra hagyja, hogy tőle van a kislán, megmondom úgy, hogy száz, nem tudom ki előtt megmondom, mert mám is mondta, hogy a kislán megmondja a buszba is, a irénkes mindegyik, hogy azt mondta ott is, hogy a kislán diszta ő, mert bungee. Hát az öcsém is az. A öcséje is bungee. Az anyádom is telik. Miért te nem vak vagy? A te anyádat. Figyelj rám. Te anyádat. Nem lehet azért azt, hogy ön gyanúsítgat, azt mondja, hogy neki viszonya van a sógornőjével, de közben van az ő testvére. Hát így jó van. A kapcsolat a testvérével, Vendel? Van. Jó a kapcsolat a testvérével? Jó. Most ő még ette vagyunk még haragban. Tenne testvérével? Tenne hát, ilyet a testvérével? Én nem tennék vele a testvéremmel ilyet. És akkor tehát én a Vendel milyen ember? A testvérének a feleségével kárt? Mert ő mindig napról napra hajtsa. Mert ezt tisztelen becsülöm a sógornőmet. Azért, hogy én gyerek szerető vagyok, mert imádom a gyerekeket. No. Én meghalok értelem kicsirikíti. Megmondom őszintén. Szép kis aranyos dundi lány, hogy nem igaz. De akkor velem mondja meg nekem azt, akkor én velem testvérek miért nem foglalkozik? Az egy másik dolog, várjon. Tehát ön elfogadja azt, hogy a Vendelnek soha semmilyen köze nem volt a sógornőjével? Hogy azért mondta állandóan azt, hogy jó, az én gyerekem, mert maga állandóan féltékenykedett. Ja. Hogy csak bosszantani akarta magát. Húzgált engem, mert igen, húzott állandóan, hogy feltékenylek, tetszlek, még minden. És azért jött meg kiszívet nekedet, a k***a nyáltat. Na. Azért jött kiszívet nekedet. Azt mondta nekem, Jossi úr, hogy én, hogy is mondta, hogy én szoktam kinek a nyakát, mikor nem is tudok szokni neki nyakát. Ő szopatta ki magának a nyakat ott. Jó, domozom. Na, beszéljünk civilizált emberek módjára, jó, Vendel? Hát hogy ne, Jossi úr. Most akkor következő, mit akarnak csinálni egymással? Állj meg, hát nem vagyok én szoknya őrző. Így van? Világos. Köszönöm szépen, Jossi úr. Visszafogadna a férjét? Vissza. Jó, akkor öntől kérdezem. Igen. Ugye feleségének egyik legnagyobb fájdalma, amitől gyanús lett az ön viselkedése, azaz, hogy régóta önök között nincsen fizikai kapcsolat. Igen. Hm? Igen, de van, szex izébe van, hogy nem? Még működőben vagyok én. Nem, vele. Nem, hát ő vele. Én velem két hete nem foglalkozik. Hát egy dolog, hogy nem foglalkozok vele. Szobában fekszünk. Azt hittem, hogy két éve. Nem, két hete. Két hete. Külön álltunk most. Jó, az nem érdekel. Tehát azt jelenti, hogy ön szereti a feleségét? Szeretem, tiszta szívemben. Jó. De megcsalódtam benne. Akkor mondja meg neki. Csalódtam benned. Nem azt! Hogy szeretek, szeretek. Tiszta szívembi. Tessék. Tiszta szívembi mondom. Ahogy szeretném. Ennyi év után, Jossi barátom. Tudja.
Mert csak húd a szívem, mondta. Senki nem hiszi el, hogy maguk nem színészek. Hát. Senki nem hiszi el, pedig... Urogyi lorossal el, kanak de uladumadél, nevasztenca szikkávél, ho, ho, sukár szántum uros...